Dr. James R. Doughty, A varázsbolt Egy idegsebész lebilincselő története az agy rejtelmeiről és a szív titkairól. Ajánlások Minden generációban felbukkan valaki, aki oly lenyűgöző formában tárja elénk élettörténetének rejtelmeit, hogy az magával ragadja a képzeletünket, és arra serkent, hogy önmagunkban is felfedezzük és hagyjuk kiteljesedni a lelkünk legmélyén rejtőző jóságot. Ebben a könyvben sok varázslat van. A legnagyobb azonban mégis az, hogy Jim 12 éves korában megtanult a nyitott szívvel felfedezni önmagában a csodát, és ezt a varázsfonalat még az élete legnehezebb időszakaiban sem veszítette el teljesen. Lássuk, hogyan is történt. Dr. John kabat a Full Catastrophe Living írója A gyógyulás folyamata egyszerre testi és lelki természetű, amikor átéljük a szeretet és a törődés érzését, a testben homeosztázis játszódik le. Amikor önmagunkat gyógyítjuk, másokat is gyógyítunk, és ennek az ellenkezője is igaz. Kedves és önzetlen cselekedeteinkkel a világot magát gyógyítjuk meg. Ebben a különleges könyvben dr. James R. Doty azt is megmutatja, hogyan. Dr. Deepak Chopra a Superbrain társszerzője. A varázsbolt nem csupán egy méről fakadó tanúvallomás, de lebilincselő regény is egyben, valamint hathatós ösztönzés, hogy az olvasó a saját életében is egyre több jót cselekedjen. Matthieu Ricard, a meditáció művészete szerzője. Csodálatos, magával ragadó mű, és tökéletes példa arra, hogy a kedves cselekedetek és az önzetlenség még a legkiúttalanabbnak tűnő időszakokban is megnyithatja a szívünket, és megváltoztathatja az életünket. Szögyál Rinpoche, buddhista szerzetes, a tibeti könyv az életről és a halálról szerzője. Ebben a csodálatos műben dr. Dati a saját élete példái mutatja meg, ami mindannyiunk életében a legfontosabb. Azt, hogy nincs boldogság szenvedés nélkül, és a boldogsághoz csak a saját és mások szenvedésének a megértésén keresztül vezet út, de csak valódi törődéssel és szeretettel a szívünkben lehetünk igazán boldogok. Tic Nathán, a béke légy te magad szerzője. Rúsznak és a hozzá hasonlóknak, akik bölcsességüket az emberek javára fordítják. Őszentségének, a dalai lámának aki a mai napig tanít a szeretet és a könyörület leckéire. Feleségemnek, Masának és a gyermekeimnek, Jennifernek, Sebastiannak és Alexandernek, akikkel minden együtt töltött perc inspirál. Bevezetés Csuda dolgok Amikor a skalpot lehúzzuk a koponyáról, mindig olyan hangot ad, mintha egy tépőzárat nyitnánk szét hangos haragos zaj, egy csöp szomorúsággal vegyülve. Az orvosi egyetemen sehol nem tanítják az agysebészettel járó hangokat és szagokat, pedig kellene. A kerregő hangot, amelyel a fúró lyukat vág a koponyába. A nyári homokra emlékeztető illatot, ami a fúró nyomból árkot vájó csontfűrész nyomán száll fel. A pukkanó hangot, amelyel a koponya elválik a kemény agyhártyától, az agyattakaró vastag kérektől, az utolsó védelmi vonaltól a külvilág felé az agyhártyát óvatosan végigmetsző ollót. A felnyitott agy minden szívverésre mozdul, és szinte hallani lehet, ahogy jajgatva tiltakozik csupassága és sebezhetősége ellen, a műtőlámpák vakító fénye alatt feltáruló titkai védelmében. Az operációra váró kisfiú aprónak tűnik a hatalmas műszerek mellett, szinte elnyeli őt a kórházi ágy. Nagy imádkozott értem, és érted is, Hallom, ahogy a fiú anyja hangosan felsóhajt ennek hallatán, és tudom, hogy most nagyon erős akar lenni a fia kedvéért. A saját kedvéért. És talán az én kedvemért is. Végig simítom a gyermek haját, hosszú, barna, egészséges, inkább baba haj még, mint fiúhaj. Elmondja, hogy nemrég volt a születésnapja. Szeretnéd még egyszer hallani, hogy mi fog történni, kis bajnok? Vagy készen állsz? Szereti, ha bajnoknak vagy havernek hívom. Aludni fogok, te meg kiveszed azt a ronda dolgot, és nem fog többet fájni. Aztán újra láthatom anyut és a nagyit. A ronda dolog egy medulloblasztóma, a gyermekeknél leggyakrabban előforduló rosszindulatú agydaganat, amely a hátsó koponya árokban, a koponya alapjánál fejlődött ki. A medulloblasztóma szót még egy felnőtt sem mindig tudja kimondani, nem hogy egy gyerek, legyen bármilyen kora érett, és egy rossz indulatú agydaganat valóban még enyhén szóva is ronda, tehát nekem megfelel ez a kifejezés. A formátlan és groteszk medulloblasztóma erőszakosan burjánzik az agy tökéletes szimetriájában, hogy a kisagy két lebenye közül előtörve valósággal elnyomja nem csak a kisagyat, de az agytörzset is, amíg végül véglegesen elzárja az agyfolyadék keringésének az útját. Az agy a leggyönyörűbb dolgok egyike, amit valaha láttam, így csodáinak felfedezését és a képességet, hogy meggyógyíthatom, mindig is hatalmas megtiszteltetésként éltem meg. Úgy tűnik, készen állsz? Akkor felveszem a szuperhős maszkomat, és a fényes szobában találkozunk. Rámosolyog. Az orvosi maszk és a műtőszoba riasztó tud lenni, de ma a szuperhős maszká és fényes szobává változik, hogy ne ébresszem félelmet. Az elme néha trükközik velünk, de most nem azért vagyok itt, hogy jelentéstani magyarázatokat tartsak egy négy évesnek. A legbölcsebb páciensek és emberek, akikkel találkoztam, gyermekek voltak. Az ő szívük még tárva nyitva áll, habozás nélkül elmondják, mitől félnek, mit teszi őket boldoggá, mit szeretnek benned és mit nem. Nincsenek rejtett utalások, és soha nem kell találgatnod, hogy mit éreznek valójában. A fiú édesanyjához és a nagyanyjához fordulok. Valaki a csapatból folyamatosan tájékoztatja majd önöket a fejleményekről. Teljes kivágás lesz, nem számítok semmiféle szövődményre. Ez nem a szokásos sebészszöveg, amit csak azért mondok el, mert tudom, hogy ezt akarják hallani. Én valóban arra készülök, hogy tisztán és maradéktalanul kivágom az egész tumort, majd egy kis szeletét elküldöm a laborba, hogy megállapítsák, mennyire ronda is valójában ez a ronda dolog. Tudom, hogy anyu és nagyi is félnek. Mindkettőjükkel kezet szorítok, hogy kinyilvánítsam az együttérzésemet, és valahogy megpróbáljam megnyugtatni őket, ami soha nem könnyű. Egy kisfiú reggeli fejfájásai minden szülő legborzalmasabb rémámává lettek. Anyu bízik bennem. Nagyi bízik Istenben. Én bízom a csapatomban. És most mind együtt megpróbáljuk megmenteni egy kis fiú életét. Miután az altatóorvos elvégezte feladatát, a kisfiú fejét egy koponyához illeszkedő keretbe igazítom, és lejtős helyzetbe fektetem. Kiveszem a hajcsatokat, a nővérek általában elvégzik a műtét előkészületeit, én azonban szeretem magam leborotválni a fejet. Ez egyfajta szertartás. Borotválás közben erre a drága kisgyermekre gondolok, és lefuttatom magamban a műtét összes kis részletét. Az első hajtincset átadom az asszisztensnek, aki egy kis tasakba teszi, és majd odaadja a szülőknek. Ez a kisfiú első hajvágása, és bár valószínűleg ez az utolsó dolog, ami most az anyja fejében jár, tudom, hogy később sokat jelent majd neki. Olyan mérföldkő ez, amelyre mindenki emlékezni akar. Az első hajvágás, az első kihulló fog, az első iskolai nap, amikor először biciklizünk, az első agysebészeti beavatkozás valamiért soha nincs a listán. Miközben egymás után vágom le a puha barna tincseket, azt remélem, hogy kis sem még megélheti mindezeket a mérföldköveket. Látom őt arcán a foghíjas, de annál szélesebb mosolyjal. Látom elsétálni az óvoda előtt, vállán egy majdnem akkora táskával, mint ő maga. Látom, ahogy előszörül biciklin, és a szabadság ijesztő mámorában lázasan tekeri a pedált, miközben szélborzolja a hajfürtjeit. Hajvágás közben a saját gyermekeimre is gondolok. Minden első élményképe olyan élénken él bennem, hogy már szinte el sem tudok képzelni más lehetőséget. Nem akarok kórházlátogatásokkal, rákkezelésekkel és további műtétekkel teletűzdelt jövőt látni. A gyermekkorban túlélt agytumor miatt persze folyamatosan vissza kell majd járni a kontrollra, de nem akarom, hogy a jövője is olyan legyen, mint a múltja volt. A sok hány inger és hányás, az esések, akkor a kora hajnali ébredések, az anyja után kiabálva, mert a ronda dolog megint szorítja az agyát, és nagyon fáj. Éppen elég van az életben enélkül is. Óvatosan vágom egymás után a fürtöket, de csak annyit, amennyi a munkám elvégzéséhez kell. Két folt a koponya alapnál, ahol megtesszük majd a bemetszést, és egy egyenes vonal a kettő között. Egy agyműtét bonyolult dolog, de a hátsó koponyárokban végzett agyműtét, különösen egy kisgyermek esetében, szinte elképzelhetetlenül nehéz. Egy ekkora tumornál a munka idegtépően lassú és precíz lesz. A szem órákon át ugyanarra a dologra mered a mikroszkópon át. Mi, sebészek, korán megtanuljuk műtét közben háttérbe szorítani a saját szükségleteinket. Nincsenek mosdószünetek, nem eszünk, nem veszünk tudomást a hátfájásról és az izomkörcsről. Emlékszem az első operációmra, egy hírneves sebész mellett asszisztáltam, aki nem csak kiemelkedő tehetsége miatt volt ismert, de azért is, mert operáció közben ellenséges önhit primadonnává változott. Feszült és ideges voltam, amikor mellette álltam, izzadság csurgott végig az arcomon, nehezen szuszogtam a maszkomban, és a szemüvegem elkezdett bepárásodni. Nem láttam az eszközöket, de még az operációs mezőt is alig. Annyi kemény munka, annyi átélt gyötrelem után végre ott állhattam a műtőben, ahogy mindig is képzeltem, de semmit sem láttam. És akkor megtörtént a legrosszabb. Egy nagy izzadság csepp gördült le az arcomon, és egyenesen a steril mezőre csöppent. Nem tudom leírni a sebész az első műtétnek életem fénypontjának kellett volna lennie, de én nehelyett beszennyeztem a steril mezőt, és haladék nélkül kitessékeltek a műtőből. Azt a napot soha nem felejtem el. Ma már hűvös a homlokom, és tiszta a látásom. A pulzusom lassú és stabil. A különbség a tapasztalatban van, és abban, hogy én nem vagyok diktátor vagy rosszindulatú hisztérika a műtőmben. A csapat minden tagja fontos és nélkülözhetetlen. Mindenki a saját feladatára összpontosít. Az altatóorvos folyamatosan figyeli a fiú vérnyomását, oxigénszintjét, éberségi állapotát és a szívverés ritmusát. A főnővér folyamatosan ellenőrzi az összes szükséges berendezést és felszerelést, és gondoskodik róla, hogy a kezemügyében legyen minden, ami kell. A takarószövethez rögzítve ott a nagy zsák, amelybe majd a vér és az öblítő folyadék kerül. A zsákhoz egy cső csatlakozik, az pedig egy géphez vezet, amely folyamatosan méri a vér mennyiségét, így a műtét során bármikor megállapíthatjuk, hogy mennyi vért vesztettünk. Asszisztensem még képzés alatt álló vezető főorvos. Új a csapatban, de legalább annyira koncentrál a kis vérerekre, agyszövetre és a tumor eltávolításának a legapróbb részleteire is, mint én. Most egyikünk sem töprenket a másnapi tervein, kórházi ügyeken, a gyerekeken vagy az otthoni gondjain. Egyfajta hiperéberség ez, fókuszált figyelem, szinte már meditáció. Képezzük az elménket, és az elme képzi a testet. Egy jó csapatban létrejön egyfajta csodálatos áramlás, egy ritmus, amelyben mindenki egyé olvad, miközben az elménk és a testünk egyetlen, hatalmas, összetett intelligenciaként dolgozik. Eltávolítom a tumor utolsó darabját, amely az agy mélyén az egyik nagyobb ütőérhez csatlakozik. A hátsó koponyárok vénás érrendszere hihetetlenül összetett, és az asszisztensen folyamatosan szivattyúzza a folyadékokat, amíg én a tumor utolsó maradványának az eltávolításán dolgozom. És akkor az asszisztens figyelme egy másodpercre elkalandozik, de ez az egy másodperc elég arra, hogy átszakítsa az érfalat. Akkor egy pillanatra minden mozdulat annál merevedik. És aztán elszabadul a pokol. A vér gyorsan kitölti a bemetszés üregét, és kicsurog a sebből ennek a gyönyörű kis fiúnak a fejére. Az altatóorvos elkezd kiabálni, hogy gyorsan csökken a vérnyomás, és nem tudja tartani ezt a vérveszteséget. Gyorsan össze kell csípnem a vénát, hogy elállítsam a vérzést, de az egész ér elsüllyedt a vértócsában, és semmit sem látok. Egyedül nem tudok elég vért elszivattyúzni, az asszisztens sem keze pedig túlságosan remeg ahhoz, hogy bármit is tehessen. Teljesen leállt! Üvölt az altatóorvos, akinek az asztal alatt kell kúsznia, mert a fiú feje be van szorítva a tartókeretbe, és fel van nyitva a tarkója az egyik kezével azonnal megkezdi a szívmasszást, míg a másikkal a gyermek hátát tartja, hogy újra beinduljon a szívműködés. Az intravénás csövek hirtelen megtelnek folyadékkal. A szív legfontosabb feladata, hogy pumpálja a vért, és ez a varázslatos pumpálás, amely minden mást lehetővé tesz a testben, most leállt. A négy éves fiú a szemem láttára vérzik el a műtőasztalon. Ahogy az altatóorvos pumpálja a melkast, a sebüreg újra meg újra megtelik vérrel. Meg kell állítani a vérzést, különben elveszítjük a gyermeket. A szív által pumpált vér 15%-a az agyba kerül, amely csak néhány perccel képes túlélni a szív leállását. Vérre van szüksége, de még inkább a vérben lévő oxigénre. Kifutunk az időből, mielőtt az agy meghal. Szükségük van egymásra. A szív és az agy nem létezhet egymás nélkül. Elkeseredetten próbálom elérni a vénát, de sehogyan sem látom a sok vértől, hogy mit csinálok. Bár a fej le van rögzítve, a szívmasszázs miatt mégis mozog egy kicsit. A csapat tudja, és én is tudom, hogy ki fogunk futni az időből. Az altatóorvos orvos rám pillant, szeméből sugárzik a félelem. Attól, hogy elveszítjük ezt a gyermeket. A kardiopulmonáris újjáélesztés, CPR, most olyan, mintha kettesben kuplunggal akarnánk újraindítani egy autót. Nem teljesen megbízható, különösen, ha közben folyamatosan egyre több vért vesztünk. Vakon dolgozom úgy, hogy a szívemet nyitom meg az okozatokon és képességeken túli lehetőségek felé, és azt kezdem el csinálni, amit évtizedekkel ezelőtt tanultam, nem az egyetemen, nem az iskolában, hanem a kaliforniai sivatagban rejtőző kis varázsbolt hátsó szobájában. Elcsendesítem az elmémet. Megnyugtatom a testemet. Magam elé képzelem a visszahúzott eret. Lelki szemeimmel látom, ott van beágyazódva a neurovaszkuláris hídba. Vakon nyúlok be, de tudom, hogy emögött az élet mögött a láthatónál sokkal több minden rejtőzik, és mindegyikünk képes csodát tenni, messze túl minden elképzelés határán. Sorsunk a saját kezünkben van, én pedig nem fogom hagyni, hogy ez a négy éves kisfiú most halljon meg ezen a műtőasztalon. A nyitott csipeszt belemerítem a vérbe, becsukom, majd lassan visszahúzom a kezem. A vérzés eláll, és valahonnan nagyon messziről eljut a fülembe a pulzusmérő első pittyenése. Elsőre elhaló és egyenetlen, de egyre erősebb és stabilabb lesz, ahogy minden lassanként újra éledő szív. Érzem, ahogy a saját szívverésem fokozatosan a gép pittyegéséhez igazodik. Később az operáció után majd odaadom az anyának a fia első hajvágásából származó tincseket, és az én kis haverom túlélőként fog felébredni az altatásból. Teljesen normális lesz. 48 óra múlva beszélni, sőt, nevetni fog. És elmondhatom majd neki, hogy a rondadolog végképpel tűnt. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásában. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.